Sziasztok, Nagy Tibor vagyok. A mai videó egy szponzorált videó, de az eddigi legjobb szponzorációm. A Kasos Will hívott meg engem a családi napjára. Bizony, jól gondoljátok, teszlázni fogunk ma. A Kasos Will tulajdonosa, Kasos Józsi, ezzel szeretné meglepni az alkalmazottait. Lennék én itt villanyszerelő. Szóval az a sztori, hogy Tesla élményvezetést kapnak a Kasos Will alkalmazottai, és ezt a piros Teslát vezethetik, ami közel 700 lóerős. Mindenki? Kasos Will egy családi vállalkozás, családi házak, ipari létesítmények, napelemes rendszerek, meg még egy csomó mindennel foglalkoznak. Hogyha esetleg kíváncsiak vagytok rá, akkor a leírásba beteszem a weboldalt. A legutóbbi nagy munkájuk a Messzi István sportcsarnoknak a teljes világítási rendszerének a felújítása volt. Józsi nem csak a villanyszerelés ezért, hanem főzni is tud. Látod, ezt érdemlem. Tudtátok amúgy, hogy Tesla élményvezetés lesz? Jaj, amíg nem tudták, hogy nem is akartak jönni. Kénytelen volt elmondani? Ugye, Satya? Nem mondtátok, hogy miéke. Hát krumplit pucolni, meg hagymát vágni. Húzta a száját, mikor megtudta, hogy el kéne lenni. Lesz egy 700 lóerős autó, amit vezethetsz. Jövök. Nem is így tök. Csak közel hasonlóan. Mert csak titkolódzatok. Azt hitte, dolgozni kell menni, mi? Az meg a másik. És egyébként ma munkanap lenne, de olyan jó fejek, hogy nem hogy dolgoznak, hanem inkább buliznak. Valamivel le kéne dolgozni sok hú. Honnan jött az ötlet, hogy Tesla vezetés? Hát a fiúk addig azt mondták, hogy programra valami vezetést találjunk már ki, mert eddig raftingozni voltunk, sütögetni, meg egyebek, és akkor többen szóvá tettek, hogy szeretnének vezetni is valami autót. Akár terepen, ugye? És akkor így lett egy Tesla, hogyha már elektromossággal foglalkozunk, akkor egy elektromos autó. Jó főnök a Józsi? Videó készül, óvatosan. Merjön más mondani, hogy... Azt hiszem elterelték a témát. De azért egy offroadot is ki tudunk próbálni. Egyszerre minden nem lehet. Nem is egyszerű. Jövő hétvégén is jó. De az, hogy rossz választ adtatok az előbb. Jövőre ugrott az offroad. És te hogy állsz az elektromos autó kérdéséhez? Érdekel teljes mértékben. De töltőket építünk, tehát folyamatosan csináljuk. Úgyhogy egy kicsit próbáljuk is ki azt, hogy mivel dolgozunk. Töltők telepítésével is foglalkoztak? Igen. Hol csináltatok? Hyundai, Salon, Dabas, magánügyfelek. Tehát akkor, ha nekem kéne otthonra egy elektromos töltő, akkor azt is meg tudjátok csinálni. Akkor azt is meg tudjuk oldani. Már csak egy elektromos autó kell hozzá. Eljött az idő. Vezetjük a Teslát. Tesla Model S B90D, 726 lóerős az autó, állandó négykerékhajtásunk van, dual motoros, tehát elől is egy motor is van, illetve hátul is van egy motor, az akkumulátor az pedig az alvázban van végig, ez 15 darab cellából áll, erre teljes körű garancia az 8 év van az akkumulátorokra, tehát hogyha nehogy Isten valamelyik cella elromlana, akkor ezt kicseréli a Tesla Motors, és garantálniunk kell nekik egy csereautót is. Jó, az autó az full internet alapú, tehát minden letöltést, a különböző programoknak a hozzáadását és az autó funkciójához azt mindent az interneten keresztül tud megoldani, és három darab SIM kártyával rendelkezik, tehát így menet közben állandó internet kapcsolatunk van. Illetve, hogyha esetleg meg akarjuk nézni a Google Maps térképen,
a forgalmat is a körülöttünk lévő utcába, akkor azt is meg tudjuk nézni. Elől-hátul csomagtartó, hátul 680 liter, elő pedig 180 liter, úgyhogy akár hosszabb útra is nagyon jó. És ami a lényeg, és előbb kihagytam, hogy a gyorsulás az 3 másodperc 100-ra. Igen, tapasztaltam. Jól van. Na hát akkor Isten hozott benneteket a fedélzeten, és akkor az elsőbségedes kötelező táblánál majd visszalassítunk egy kicsit, és ha most nullára álljunk meg. Ezután padlók mellett is. Ó, kurva anyját! Azt a kurva anyját! Ó, az kurva! A kurva élet! Nem jót? Hát, az meg az. Igen. Van benne nyomaték! Jó. Ja, még nem vettél levegőt? Körülbelül. Aszta! Adnót mondtál? Tudtad, hogy jaj fog indulni. Jó, szék. Szóval milyen a Verda? Hát, brutál. Az. Jó. Ne vagy még nyomatok? Vagy ne. És akkor kipróbáljuk az autopilotját is. Autopilot? Jó. Az irányjelző far alatt van egy kisebb far, az húz magad fele kétszer. Most engedd el a kormányt. Jó. Belövi őt magának, tehát nem volt probléma, de most visszavetted tőle, jó. Igen. Mert úgy húztad rá, hogy hagyjad, hogy csináljam. Biztos? Igen. Oké, okay. 1-2, rendben. Hagyjad, hagyj csinálja, belövi a sávot. Itt valami miatt ugye korábban itt el volt húzva a sáv az útfelújtás miatt. Aha. És még nem lett átutanítva, és azért csinálja azt, hogy ugye megy a másik. Tehát úgymond a régit megtanulta. Stabilizációs gyakorlatokat szoktuk ott a pályán csinálni. Csak nem ön személyére. Igen. Ezt elmondom a visszaérünk, hogy nem engeditek, hogy kipróbáljuk. Jó, tehát a 10-es táblánál is öttel megyek. Nem baj. Rajta van a matrica a hátulján. Úgyhogy... Hogy tanulóvezető? Nem. Ez volt a Kasosvilt családi napja, itt voltunk a füredi tampáján, itt vezettük a Teslát, itt ettünk, és itt éreztük jól magunkat. Remélem ti is jól éreztétek magatokat, köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, mert hasonló videókkal jelentkezem. Sziasztok! De jó volt, vagy nem volt jó? Dehogy is nem. Az enyém nem gyorsul így. 5-8 milláig kapok egy használatot is, ugye? Mennyi? 8-i. És ötleg 18 ér egy amerikai, tehát azt én nem venném meg. Nem ilyen volt? Kegyetlen.